Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, a Zöld Stílusban. A mai adásban egy olyan vállalkozóval, divattervezővel beszélgetünk, aki eddig már több mint 8 tonna papírt hasznosított újra. Ő Antal Hajnal, és a papírt táskák készítésére használja. Nekem nem volt fontos régen a környezetvédelem. Tehát én, mint általában a nők többsége, az volt a célom, hogy minél több ruhát vásároljak, minél több kiegészítőt, cipőt, táskát, bármilyen más kiegészítőt vásároljak, és egyszerűen kövessem a különböző divat trendeket. És hogy jól érezzem magam a bőrömben, hogy meglegyen a stílusom, és hogy tényleg tudjam követni azokat a trendeket, amiket éppen a piac diktált. És ezt próbáltam belevinni a cég életébe is, főleg, hogy az első cég az ugye ruhákkal foglalkozott, és aztán ott tényleg az volt a cél, hogy minél hamarabb kifussanak a kollekciók, és jöjjön a következő. És onnantól kezdve, hogy egyszerűen rájöttem arra, hogy így nem lehet hosszú távon vállalkozást építeni, és hogyha nem tudod értékelni azokat az alapanyagokat, azokat az eszmei dolgokat, amik a kezedben vannak, akkor egyszerűen teljesen fölösleges az, amit csinálsz. És onnantól kezdve, hogy tudatosult bennem, hogy tényleg egy, hogy újrahasznosítunk, és azelőtt egyáltalán tudtam, hogy újrahasznosított papírból dolgozok. Nyilván az én kezemen keresztül ment minden egyes papír, de egyszerűen nem tudatosult bennem az, hogy ez milyen érték, milyen kincs, hogy milyen szinten tudjuk úgymond csökkenteni a körülöttünk levő szemetet, hulladékot, hogy milyen szinten tudjuk az embertársainknak a papír szemetét csökkenteni, mert évente ilyen 1 tonna papírt hasznosítunk újra. Ez az 1 tonna az, amit konkrétan belefonunk a táskákba, és hogyha nem lett volna ez a covidos időszak, akkor most már a 10 tonnán túl lennénk. És igen, a kérdésedre válaszolva, úgy gondolom, hogy ez valóban egy érték és egy kincs, hogyha valaki elindul ezen az úton, és a zászlajára próbálja egyáltalán tűzni azt, hogy egy picit fenntarthatóbb életet éljen. Honnan szerzed a papírt? Ez is egy nagyon jó kérdés. Az elején nagyon nehéz volt, mert amikor én elmondtam az embereknek, hogy mi papírból akarunk hosszú távon vállalkozást építeni, és erre akarjuk építeni az egész céget, akkor olyan féltve néztek, és mondták, hogy papírból, de hát hogy, hát a papír az elázik, a papír az nem egy minőségi alapanyag, abból nem fogtok tudni dolgozni, és addig mind mondtam az ismerősöknek, a családban, a baráti körben, hogy most már folyamatosan kapunk nagyon-nagyon sok helyről különböző magazinokat. Szerencsém van a férjemmel, mert pár évvel ezelőtt azért általa be tudtunk szerezni a repülőtársaságnak a kifutott magazinjaiból elég sok magazint, itt több ezer darab számról beszélünk, és vannak helyi különböző ilyen kozmetikai cégek, vagy turisztikai irodák, ahol megmarad x darab katalógus, és most már tudják, hogy inkább nem kidobják, hanem ideadják nekünk, és mi a legnagyobb szeretettel használjuk fel. Mennyi papírra van szükség egy táska elkészítéséhez? Gondolom, hát itt függ a mérettől is, de azért úgy körülbelül ez egy nagyon érdekes téma. Igen. Nyilván a kicsi táskákhoz nem kell épp olyan sok papír, de azért a fél kilónyi, tehát önmagában a kivágott papír, amikor majd csíkokban lesz, egy fél kilónyi papírt lehet számolni, amit konkrétan belefonunk egy kisebb táskába. A nagyok esetében ez 1,5 kiló is lehet. Tehát van olyan táskánk, ami önmagában, amikor készen van, üresen áll, 2 kilót húz. Tehát mindig azt mondom, aki például nagyobb méretű táskát rendel, hogy azért számoljon azzal, hogy ezeknek súlya van. Tehát minden egyes kis papírcsík külön, nem tudom, hogy hány gramot húzhat, de amikor van 490 vagy 590 papírdarab egy papírcsík egy táskában, akkor úgy gondolom, hogy igenis annak nem hiába van olyan súlya, amilyen. És havonta egy olyan 100-150 kiló papírt dolgozunk fel, amit konkrétan belefonunk a táskáinkba. Hogyan történik ez a folyamat, hogyha ezt el tudnád mesélni nekünk itt néhány mondatban gyorsan, és aztán majd megmutatjuk a nézőknek képekben is.
Az egész egy ilyen többfázisos folyamat, és a lényeg az ott kezdődik, és talán a legeslegfontosabb része az egész táska készítésnek az az, hogy térben nagyon jól kell lásson az, aki előkészíti a papírt, hiszen a képvilág, ami majd meg fog jelenni a táskán, az effektív a vágónak a keze munkája, az, aki majd kiszedi és kivágja, tehát kiveszi a magazinokból a papírlapokat, majd kivágja egy gilotin segítségével, és nagyon jól kell térben látni. Nyilván lehet használni sablonokat, viszont az nagyon nagy megnehezíti a munkánkat, és egyelőre a csapatban csak én vagyok az, aki még ezt a folyamatot csinálja, mert egyszerűen ez a legfontosabb, és ezt nem tudtam, nem mertem kiadni a kezemből, tehát itt kezdődik az egész, hogy kitépem és kiválogatom a papírokat, ezeket kivágom, laminálom, és meg tűrögetem. Egy papírcsíkot 16 rétegű papír kockává kell tűrni, azért, hogy vízálló legyen, és hogy mindenhová kerüljön laminálóanyag, és utána ezt megfonjuk, a fonatból pedig ilyen hosszú csíkok lesznek, a csíkokat majd kézzel megvarjuk, és utána történik a formára szabás. Ezt nyilván megvannak a technikák, hogy a sarkakat hogy kell betűrni, és akkor így kapjuk meg a különböző formákat, és amikor megvan az alapnak a formája, akkor elkezdünk dolgozni a bőrön. Az elmúlt egy évben talán annyit fejlődtünk a bőr tekintetében, mint az elmúlt években összesen, hiszen ipari varrógépeket szereztünk be, és olyan szinten tudjuk most már a bőr csíkokat feldolgozni, ami tényleg egy nagyon, tehát egy szakmai és technikailag is egy olyan eredményt képez, ami megállja a piacon a helyét, és az a célunk, hogy folyamatosan fejlesztjük magunkat technikai szinten, a bőr szintjén is, és nyilván ezt a férjem az, aki többnyire kiszabja ezeket a bőr csíkokat, de dolgozunk együtt két varrónővel is, akik szintén besegítenek nekünk abba, hogy minél tökéletesebbek legyenek ezek a feldolgozott bőrcsíkok, és amikor ez megtörténik, akkor összeillesszük a férjemmel ketten a bőrt a papírral, és különböző nitszegekkel, szegecsekkel elérjük azt, hogy egy ilyen egységes egész legyen ezekből. Említetted, hogy a bőr is hulladékból származik, tehát hogy bőr hulladékból származik gyakorlatilag, akkor azt is úgymond újra hasznosítjátok magát, azt a bőrt is, ami úgy eldobásra kerülne. Ezt honnan szerzitek be? Igen. Környezetvédelem szempontjából a bőr az mindig egy etikai kérdés, mert nagyon sokan nem tartják a bőrt, mint alapanyagot etikusnak. Én sem vagyok annyira kibékülve, úgymond a bőrrel, de még mindig azt mondom, hogy még mindig jobb az újrahasznosított bőrt felhasználni, mint bármilyen más műanyagot felhasználni és készen megvásárolni, hiszen per pillanat tudjuk mindannyian, hogy olyan szintű és olyan mennyiségű műanyag vesz körül bennünket, hogy az egyszerűen az elkövetkező időszakban szerintem még borzasztóbb szinteket fog ölteni, és akkor inkább azt mondom, hogy újrahasznosított bőrt szerzek be. Olyan cégekkel vettem fel a kapcsolatot, ahol visszamaradnak bőrök, például táskákat készítenek, vagy cipőt, kabátot, vagy bármilyen más ruhaneműt készítenek, és leesnek az ilyen bőrvégek, vagy kiselejtezik azokat a bőröket, amelyekben van egy pont, vagy van egy plusz csík, és ők azokat már nem használják fel. És akkor addig kutattam a piacot, és kerestem ezeket a cégeket, hogy most már van 2-3 hely is, ahonnan be tudjuk szerezni ezeket a bőröket. Nyilván nagyon nehéz dolgunk van, mert bőrcsíkokból dolgozni, nem olyan, mint szép bőrívekből dolgozni. És nem is olyan lesz a végeredmény, mert nyilván a nagy cégek, a nagy nemzetközi cégek nagyon, tehát gyönyörű táskákat tudnak készíteni olyan bőrökből, amelyek akkor vannak előkészítve, festve, texturálva, és nekünk, ami úgymond idézőjelesen jut, de ez is olyan rosszul van megfogalmazva, mert végül is nem ez jut nekünk, hanem a lehetőség jut, hogy inkább ezeket a bőrcsíkokat is fel tudjuk használni. De nyilván kihozzuk a maximumot, és próbáljuk azt elérni, hogy ezek a bőrcsíkok is méltó helyet kapjanak úgymond a táskáinkon. Milyen a többnyire nők vásárolnak ugye tőletek, nőknek készülnek a táskák. Milyen a reakció, milyen a vélemény, amikor meglátják, és meg tudják, hogy ez egy újrahasznosított papírból készült táska? Ma már úgy érzem, hogy nagyon
Tehát van egy meghatározott szerepünk a piacon, de ez mindig nem volt így, mert amikor mi elindultunk, akkor én hiába szajkóztam az embereknek azt, hogy hú, de vagány, hogy újrahasznosított, hogy de papírból van, de hogy egyedi, hogy különböző méretekre, modellekre, színekre, textúrákra tudjuk szabni ezeket a táskákat, mert akkor olyan féltve néztek, hogy de köszönöm, inkább megvásárolom az üzletből a bőr, vagy a különböző textíliákból készült táskákat, mert egyszerűen az emberek nem hittek benne. És akkor, amikor mi elindultunk 2013-ban, még nagyon gyerekcipőben járt, és akkor nem volt ez a nagy kézműves kultúra még Erdélyben. Akkoriban is volt egy nagyon erős mag, akik alkottak, és egyre jobban, és egyre egyedibb stílust képviselve haladtak az útjukon, de nem volt az, hogy most minden második személy próbálkozik azzal, hogy valami kézműves dolgot hozzon létre, és akkoriban sokkal nehezebb volt. Az elmúlt időszakban, amióta ténylegesen arra fókuszálok, hogy bebizonyítsam azt, hogy a hulladék igenis érték, és hogy az, ami mások számára teljesen értéktelen, az nekünk értékké tud válni, mivel felhasználjuk, mint alapanyag, és amiután felhasználtuk, aztán majd az embernek is értékké válik, hiszen egy olyan terméket fog a kezében tartani, ami amúgy kidobódott, tehát alapanyagként kidobódott volna, és nagyon sokan tudnak ezzel azonosulni. És úgy gondolom, hogy amíg fontos nekem és fontos a csapatomnak az, hogy igazán milyen értéket képviselünk, és hogy milyen szinten védjük ezáltal a környezetet, akkor el tudom hitetni, és el tudom fogadtatni az emberekkel azt, hogy igenis megéri tőlünk vásárolni, mert az, amit tőlünk vásárolnak meg, egy teljesen új életet öltött anyagból készül. Etikai szempontból én szeretném ezt a vállalkozást továbbra is úgy építeni, hogy több mint 90%-ban kézzel történjen az, amit csinálunk, a különböző gépek használatával ne legyen az, hogy különböző üvegházhatású gázok szabadulnak fel ezáltal, hogy mérgezzük úgymond a környezetünket és a levegőt, és így, hogy kézzel dolgozunk, és minden egyes fázis kimondottan, ami a papír megmunkálását, feldolgozását illeti, kézzel történik, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy tényleg ne szennyezzük a levegőt, illetve ne járuljunk hozzá a környezet szennyezéséhez. És ugyanúgy a fázisok is. Tehát akik nálam, nekem besegítenek, és a fonásban és például az ilyen csíkoknak a megvarrásában vagy a megtűrésében segítenek, tehát ők otthonról végzik ezeket, tehát ők nem kell autóba üljenek, nem kell valamilyen áldozatot hozzanak azért, hogy ők el tudják végezni ezeket a folyamatokat, hanem mindenki otthonról, akkor, amikor éppen neki ideje van, akkor végzi el. Mert effektív ez egy olyan kézműves munka, egy olyan kézműves fázis, amit egy-egy lánya csapatomból végez, ami tényleg otthonról végezhető, és egyáltalán nem igényel olyan nagy erőfeszítést. Azon kívül, hogy a vállalkozásotokban jelen van a környezettudatosság, az életetekben milyen szerepet tölt be? Számomra egyre fontosabb az, hogy valamilyen szinten egy fenntarthatóbb élet fele tudjunk hajlani, és egy fenntarthatóbb körülményt tudjunk teremteni úgy magunknak, mint a vállalkozás, illetve a családunk számára, és keresem azokat az alternatívákat, amelyekkel úgymond ki tudom vonni a műanyagot, vagy ki tudom vonni az életünkből azokat a dolgokat, amelyek szennyezik a környezetet, vagy egyáltalán nagyobb mennyiségű hulladékot halmoznak fel, és a legfontosabb az, hogy én már évek óta ilyen organikus kozmetikumokat használok, főként ami dermatokozmetikumokat jelent, olyan kozmetikumokat használok, amelyek itt helyben, Erdélyben vagy Romániában készülnek, többnyire organikus alapanyagból és többnyire kézzel. Próbálom a papírtörlőket kiselejtezni a konyhámból, előkerültek a régi különböző textiltörlőkendők, nem használok ilyen egyszerhasználatos sminklemosó pamacsot, most már textil sminklemosó pamacsot használok, és próbálom a szemetet is, például a kuka monitoring nagyon fontos számomra, hogy megnézzem azt, hogy mi kerül a kukánkba, hogy azok közül, ami bekerül, mi az, ami újra hasznosítható. Ha muszáj megvenni egy-egy műanyag alapú dolgot, akkor megnézem azt, hogy ha már megvan az a darab műanyag, akár üveg, doboz, bármi, akkor mit tudok vele kezdeni? Hogy fel tudom használni valamire, ugyanúgy a borkányokat, az üvegeket. Tehát nálunk nagyon
Tehát kevés olyan dolog van, ami ha megvásárolódik, akkor az ki is dobódik. Tehát én mindig keresem azokat a dolgokat, amelyeket ha meg is veszek, akkor tudjak újra használni, vagy tudjak egy új funkciót betöltetni vele. Volt-e már arra példa, hogy szembe jött veled úgymond egy papír, és szerelmes lettél bele? Ja, ilyen nagyon sokszor van, és szinte naponta történik meg, hogy például most a tegnap előtt a férjem hazahozott két nagyon vagány női magazint, ilyen nagyon vastag, vaskos magazinok, és hamar átnéztem, mert amikor megkapok egy új magazint, akkor az a legelső, hogy megnézem, hogy milyen minták, hogy milyen színek vannak benne, és millió egy olyan minta van, amit ha meglátok, akkor képes vagyok órákat azzal tölteni, hogy különböző magazinokban keresem azt a mintát, hogy hol köszön vissza. Én imádom azokat a mintákat, azokat a textúrákat, színeket, amelyek egyformák, azokból csodálatos dolgokat lehet kihozni. És képes vagyok például egy-egy táskáért akár 400-500 egyforma magazinból is kitépni ugyanazt az oldalt. Noha ez a legnehezebb munka az egész munka folyamatban, de úgy gondolom, hogy megéri, mert az eredmény az önmagáért beszél. Vannak-e kedvenceid? Úgy vagyok a kedvencekkel, hogy mindig van egy aktuális vagy egy-két aktuális kedvencem, de régebben a rózsaszínt nagyon nem szerettem. Tehát a rózsaszín árnyalatokkal olyan szinten nem tudtam azonosulni, hogy azt el nem tudom mondani, de most már annyira szeretek vele dolgozni, mert a rózsaszín talán az egyik olyan szín, alapszín, amelyet mindennel lehet kombinálni. Tehát mindenfélével talál, hogyha megfelelő módon kombináljuk össze. És nyilván vannak textúrák, nagyon szeretem a különböző ékszer mintákat, nyáron nagyon szeretem a rózsa mintát, a gyöngyvirág mintát, de ez addig tart, amíg meglátok megint egy új formát, vagy egy új szint modellt, és akkor már hirtelen már megint más lesz az aktuális kedvencem. Hogyan képzeled el magatokat, vagy magadat ebben a szakmában és ebben a vállalkozásban mondjuk 5 év múlva? Ez is egy olyan jó kérdés, mert régebb nem volt fontos számomra, az nyilván van mindig egy cél, és van egy missziója a vállalkozásnak, de nem terveztem annyira előre, inkább rövid távú célokat követtem. De most, amióta ez a vírushelyzet beköszönt, úgy gondolom, hogy teljesen átértékeltem az egész eddigi életét, úgymond a cégnek, és most már konkrét terveim vannak arra, hogy tehát én nem szeretnék itt leragadni. Tehát nekem nagyon fontos az, hogy innen dolgozzak, hogy itt megfelelő etikai körülmények között teremtődjenek úgymond meg ezek a termékek, de nem szeretnék leragadni, mert itt annyira nehéz érvényesülni, és annyira nehéz ezt a fajta idézőjeles művészetet és dizájn terméket átadni az embereknek, hogy egyszerűen úgy érzem, hogy megfosztom magam attól a vágytól, és attól az érvényesülési lehetőségtől, hogyha nem indulok el külföld fele, ami talán itt a végét jelentheti az egész pályafutásomnak. És az a hosszú távú célom, hogy szeretnék külföldre menni, és szeretnék külföldi kiállításokra járni, remélhetőleg, hogyha idén nem is, de jövő évtől ez megvalósul, és szeretném főként azokat a divatvárosokat célba venni, Milánó, Szingapúr, Párizs, ahol úgy gondolom, hogy méltó helyre tudnak kerülni majd a táskák, és hogy méltóképpen tudom majd megmutatni úgymond a nagyvilágnak. De innen szeretnék, és olyan körülmények között szeretném folytatni ezt az egész tevékenységet, amilyen körülmények között most zajlik. Azt szeretném, hogy az a szeretet és a papír és az alapanyag iránti tisztelet, ami bennem van, az hosszú távon is visszaköszönjön a táskáinkon. Úgy gondolod, hogy nincs elég kereslet az újrahasznosított termékekre, az újrahasznosított divatcikkekre itt az országban? Úgy gondolom, hogy egyre nagyobb kereslet van ezek a termékek és cikkek iránt, de egyre nagyobb a konkurencia is. És nem azt mondom, hogy én félek a konkurenciától, vagy tartok attól, hogy esetleg nem azért fognak minket választani, mert éppen nem jók a termékek, hanem azért, mert annyian vagyunk, hogy egyszerűen nem férünk meg a palettán. Hanem egyszerűen csak az a célom, hogy azt, amit én itt alkotok, és amit itt képes vagyok megalkotni Erdélyben, és ilyen körülmények között, azt valamilyen szinten tudjam majd külföldre is kivinni. Nyilván én nagyon szeretem az itteni piacot, mert van egy ilyen folyamatos lüktetése. És szerintem az alkotókban benne van az, hogyha az egyik cég lüktet, akkor én még jobban akarok lüktetni. És ez elengedhetetlen
az ilyen a versenyképességhez, az egészséges versenyképességhez, de úgy gondolom, hogy nem szabad leragadjunk, és hogyha egyszer van lehetőség arra, hogy fennebb és előrébb tudjunk jutni abban, amit csinálunk, nyilván a megfelelő tisztelettel, alázattal és akarattal, akkor úgy gondolom, hogy a határa csillagoség. Ennyi fért a mai adásba, a jövő heti műsorban még jobban elmélyülünk az újrahasznosított táskák világába, bevezetjük Önöket a kulisszák mögé, és megmutatjuk a gyártási folyamatot.